Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így szólt Jézus. Bizony, mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshol az tolva és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja a juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik. Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél. Jézus így folytatta. Bizony, mondom nektek, én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgatnak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül ki és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és pedig bőségben. Ezek az evangélium igény. Aki nem az ajtón megy be, hanem máshol, az tolva és rabló. Testvérek, hol van az emberi személyben egy ajtó, amelyen az Isten beléphet, én pedig Isten felé kiléphetek? Testünkkel az anyagi világba vagyunk kötve, személyünkkel nem, mert ami szabad, az nem jön abból, ami nem szabad. Darwinnak természettudományos szempontból igaza van, filozófusként tönkretett Európát, mert az nem természettudomány, az egy rossz filozófia, hogy az emberi szabadságot abból magyarázza, ami nem szabad. Bennem semmi sem szabad. Az atomok nem szabadok, de én szabad vagyok. Mert a Szent Háromságos Egyisten az ő képére teremtett. A mi emberi közösségünk, bár biológiai szempontból adva van ez a közösség, rokonok vagyunk, de mégis a szabadság megrendítően túlvilági dimenziójában valósul meg az emberi közösség a szeretetben. Csak azt tud szeretni, aki szabad. A gépek nem szeretnek, az állatok nem szeretnek. Ahol az Istennel való kapcsolat ajtaja van az emberi személyen, ott van az emberi közösségben is az ajtó, az Istennel való közösségben. De hol van az emberi személyen egy ajtó, amely az Isten világában nyílik? Illetve hol van bennünk egy olyan ajtó, amelyen Isten beléphet? Ez az ajtó azonos az emberi közösségnek a láthatatlan ajtajával. Megmondom, hogy hol van. Ma kísérletet tehetsz. A kereszténység alapjai nem hit téma, hanem tapasztalat. Ez a lelkiismeret. Az valakinek a hangja bennünk. Nagyjából mindenki ugyanúgy hallja, míg el nem rongálta a vevőkészülékét. Ez egy kívülálló személynek a hangja, ahogy egy természettudós mondja, illetve pszichoterapeuta. A pszichén a lelkiismeret olyan képződmény, mint a testünkön a köldök. Valakivel való kapcsolat maradványa. Senki sem tud meggyőzni engem az ellenkezőjéről, még Freud úr sem, aki azt hitte, hogy egy felettes én a lelkiismeret, nem az. Egy nevelés szét tud robbantani, egy élet hazugságát,
az a belső hang tönkre tudja tenni. Ez a kereszténység alapja. És ez az emberiség alapja. Igen. Testvéreim, közvetlen bejárása van Istennek hozzánk. Az a pécsi, úgy tudom, rendőrgyilkos 16 év múlva feladta magát, és ezt a szót mondta. Nem tudtam elviselni a lelkiismeret hangját. Ha az a mi hangunk lenne, akkor leállíthatnám, hiszen a hangomat leállíthatom. Az nem én vagyok. Ne játsszuk meg a bolondot. Az valakinek a hangja abszolút ítél élők és holtak fölött, és fölött áll a parlamentnek, még az Európai Parlamentnek is. A történelemnek az az olvasata, hazug olvasat, amelyet a marxisták tanítottak, hogy minden kornak megvolt a maga erkölcse. Egyesek ezt vallják tovább. Tehát, hogy most is a posztmodern ember kialakít egy új erkölcsöt. Megmondja, hogy felajánlja azt, hogy a férfi nő akar-e lenni, a nő férfi akar-e lenni. Promiszkuitás, milliárdos rablások, egy teljesen szabad az ember, ki megalkothatja a maga erkölcsét. Hát nem ezt képviselte Hitler? Hát nem ezt képviselte Sztálin? Aki egy abszolút szabadságot hirdet, az egy új birodalmat készít elő, amely hullahegyeket fog kitermelni. Nem igaz, hogy minden kornak megvolt a maga erkölcse, hanem minden kornak megvolt a maga erkölcstelensége, amelyet egy következő kor elítélt. A tájgetoszt, a rabszolgatartó társadalmat. Mi alapján ítélnénk el? Mi alapján lenne jogunk azt mondani, hogy ők bűnt követtek el? Vagy akár egy bizonyos keresztes háborúba, bár annak jó lenne utána nézni, mert nagy a népbutítás. De voltak súlyos bűnök a kereszténységen belül. Minek az alapján tudjuk azt mondani, hogy valami bűn volt, ha nincs egy egyetemes mérce? Testvérek, az egészen nyilvánvaló tények elleni tusakodás nagyon sok energiába kerül, és végül is felemészt egy egész nemzedéket. A lelkiismeret hangja és ítélete az az ajtó, amelyen Isten mindenkihez beléphet. Igen. És a kereszténység miért nem terjed? Mert a lelkiismeretet rongálják el. Mert nincsen egy tantárgy az általános iskolába, amely kiművelné a lelkiismeretre való figyelmet. Hogy pontosan azt ne kövesd, amit a többi, hanem amit az a belső hang mond. Egy egyetemes erkölcsi nívó esése a legnagyobb rossz, mert belevezetjük a fiatalt abba a világba, amelybe lecementezik ezt az ajtót. És még valami, aki nem ezen az ajtón megy be, az tolva és rabló. Tehát, aki más tanít, mint ami felhangzik a lelkiismeretben, hogy ne ölj, senkit nem szabad megölni. A magzat a minősít egy gyilkosság, mert az nem tud vétekezni. Akármit mondanak, milliók és milliárdok tudják, hogy hazudnak. És Krisztus azt mondta a gonosz lélektől, hogy gyilkos kezdettől fogva, és a hazugság atya. Életet hazudik, és közben gyilkol. És ilyen az eutanázia, és ilyen a szabados élet, amely lerontja a házasság intézményét. Testvérek, akik ilyeneket tanítanak, azok nem az ajtón mennek be, hanem betörnek az emberbe. Azok az ilyenekről mondja Krisztus, akármilyen zseninek ünnepeltük, legyen az akár egy Voltaire, hogy tolvaj és rabló. Európát a zsenik mérgezték meg, de a szentek fogják megmenteni. Nem csak az oltárra emelt szentek, hanem azok a fiatalok,
megrendülve tapasztaltam, akik letérdelnek és bevallják a bűneiket a Szent Jónásba, és a feloldozást kérik. Micsoda tisztaság! Az, aki végül is megbocsát a családba. Aki hallgat arra a belső szóra. És a kereszténység egyik legnagyobb érve, ha nem a legnagyobb, hogy amit ez a belső hang nagyjából mindenkinek mond, Krisztus azt erősíti meg. Ez megdöbbentő. Az evangéliumban nincs egy egyetlen gyanús félmondat se. Nagyon nagy értékek vannak más keleti vallásokban. Miért? Miért egy igaz vallás van, és miért van sok vallás? Sok vallás van, mert az emberek sokféleképpen keresik az Istent. De egy igaz vallás van, mert egy módon jött el az Isten hozzánk. Egy Isten keresésben élő, nagy vallásnak a tagja üdvözülhet, mert Krisztus meghalt érte. Egy Gandhi India szentje lehet. Hát, igen ám, csak az a belső hang még azt is kérte tőle az élete vége felé, ne csak böjtölj, értem, még a nemi életedről is mondj le, és lemondott. Mástól ezt nem követeli, a nemiség a szent, azt az Isten találta ki. Az nem az ember találta ki. Az a legszentebb dolog, de Isten kérte tőle. Tisztán hallotta a belső hangot. Olyan vallási áramlatok, testvérek, amelyeknek a könyveit, tessék kézbe venni, más vallások könyveit, nagyon sok szép dolog van benne a pogány vallásokban, de néha pedig nagyon-nagyon otromba dolog. Például Indiában az, hogy el kell felejteni az ént. Hát az az üdvösség. Hát el lehet felejteni a szeretetet? Vagy bizonyos vallások irataiba a szent háború ott van. Hogyha megölnek embereket, azzal jót tesznek. Most nem mondd azt, hogy a kereszténység is megtette, mert a kereszténységnek a bűnei kétszeresek. Mert a mi alapdokumentumunkban, az evangéliumban ez nincsen benne. Tehát, ha egy keresztény vétkezik, akkor az ő saját hite ellen vétkezik. És egyben a lelkiismerete ellen is. Ma a zavarosság világát éljük. Minden vasárnap erre való. Nem az, hogy fekszünk, tévét nézünk, hanem egy hatalmas szellemi gondolkodás. Ünnep, ének, öröm, ebéd, csönd. Ennélkül nem lehet normális életet élni. Még aki nem hisz, annak is valami ilyet kéne tenni. A zavarosság világát éljük, és a zavarosság az sokkal rosszabb, mint egy tiszta hazugság. Mert a tiszta hazugságra lehet tiszta érveket hozni. De például ilyen kezembe került egy könyv, az a cím, hogy Szeretett könyv. Csodálatos gyöngyszemek egy trágyadombon. Az egyik mondat egy érték, a másik egy abszolút zavar. Az evangéliumban ilyen nincs. Krisztus mindegyik szava összecsöng azzal a belső hanggal. És Krisztus semmit sem mond ellene. Tehát akkor az a belső hang bemutatkozott. Én vagyok. Ez a nagy a kereszténységben. Másokat is vezet Isten lelke, ha hallgat rá, és üdvözülni fog, ha megteszi. Óriási erkölcsi erőt kifejtve, szakítva a bűneivel, azt a belső hangot követi, Krisztus követi. Ezért a kereszténység az nem egy vallás a sok közül. Mert aki ott belül szólt, az szólt nyilvánosan a világhoz. Ezért mondja, hogy én vagyok a jók pásztora. Én az ajtón lépek be. És még, ha nem értitek, bizony-bizony mondom nektek, én vagyok maga az ajtó. Mert Istenhez senki el nem juthat. Hol van az Isten? Hogy jutsz el? Ostoba meditációs módszerát, ezt elhiszi valaki. Jézus mondja, embernek ez lehetetlen, de Istennek lehetséges. Isten jött el értünk. Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Tehát ő az Istennel való kapcsolatunk.
Magára vette a miénkből azt, ami a miénk, a halandó emberi természetet, sőt a bűneinket, hogy nekünk adhassa a hitáltal isteni természetét. Amikor most megáldozunk, micsoda egység vele, tehát ő maga az Isten kapcsolatunk, ő maga az ajtó. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és pedig bőségben. Nem azért, hogy egy új vallás legyen, van belőle elég, hanem maga az élet. A kereszténység nem vallás-erkölcs, elsősorban nem az, hanem Krisztusban való élet, ahogy Szent Péter leveléből olvastuk. Arra kaptatok meghívást, hogy nyomába járjatok. Hogy a hétköznapokban mi azért tudunk önmegtagadást végezni, a szeretetből, mert Krisztus győzött. Amikor szidalmazták így a Szent Pétert, nem viszonozta a szidalmat. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött. Vétkeinket saját testében fölvitte a keresztvára, hogy meghaljunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által szereztek számotokra gyógyulást. Tehát ő nem csak a lelkiismeretben felhangzó hangnak a tulajdonosa, én vagyok, hanem ő fel is oldoz. Mert a lelkiismeretben szóló isteni hang csak ítél. Ezt rosszul tetted, ezt jól tetted, de nem oldoz fel. Csak előkészít az ő titokzatos hangja a legnagyobb eseményre, az ő sebei szereztek számunkra gyógyulást. Amen.